Szevasztok, én Vájdog vagyok, és igen, most fókusz, köszönöm. Alapból bejelentettem azt most nemrég, nem tudom mikorra láttatok ezt a videót, hogy én most livestreamezni akartam volna ebből a játékból, de sajnos technikai problémákból nem sikerült. De hogy bizonyítsam a rátermettségem, hát itt is van az idő, ha be is fókuszálja, akkor látok. Talán így látni. Nem látni. De 21 óra 04 perc van. Úgyhogy 10 órakor lett van ugye a stream maga, most így lesz, és voltak már parasetek, pedig ez csak az eleje. Hát jó, kezdjünk neki. Hát a játékról annyit, hogy kisebb suli csoporttal vagyunk, és elindultunk egy városba, ahol körbenézünk. Vagyis hát nem igazából egy kirándulásra, tudtommal. Valamilyen féle kirándulásra indultunk el a sulis társainkkal, meg a tanárnőnkkel, és hát valahol elkeveredtünk, ennyien szólva. A játékról annyit, hogy ilyen paranormális jelenségek, ha inkább szellemek vannak benne, így jobban fogalmazzunk. És hát most éppen egy kicsit utcalányos ruházatot vetettem fel a kisasszonyra. Nem tudom, a kocsinak a hátuljába volt. Nagyon beteg az atmoszférája, már érzem, és nem tudom erre kelni, és nagyon beszartam előbb. A telefonunk merül. Ezt a telefont szerintem nem is fogom nagyon használni, mert fura hangeffektek vannak mögöttem, és nem tetszik. Ez csak a csönnek a lépése. Nem tudom, miért vállalkoztam ebbe. Valaki hív. Hát, vedd fel akkor. Oké. Na, ez a telefon elő. Azt hittem, hogy letakarja legalább vágosan fog kamerázni. Nem tudom, kik alkottak meg ezt a játékot, de most én kamerázok egyet előre. Csak parából. Eddig vittem csak el, mert előtte egy nagyon hosszú sétálás volt, és elsőnek na figyeljetek. Zajos a kép. És most mit csináljak? Ennyi volt. Majdnem szívrólmat kaptam, hogy most elkezdett jönni. Jó, nem. Azért nem. A csaj azért jó bírja most, őszintén szólva. Én is. De még csak 3 perc telt el, és nagyon sok gameplay nem is volt. Hát igazat megvalva az Outlast, sok mindent láttam már belőle. Ezért nem úgy tartottam, hogy hát az is parás volt, de ez nem tudom, eznek valahogy így durvább a feelingje, mert szellemek vannak benne, nem pedig élőlények. Így, hogy lehet, hogy ez most már az év horror játéka lesz valakinek, valahol. És erre mi van? Na, ez a folyosó, az ajtó zárva, nagyszerű. Oké, most mentett a játék jobb fülől, látom. A telefon
kijelzőt muszáj vagyok néha elővenni, mert így tudom elégeszteni a szellemeket. Tehát, ha nagy gebasz van, akkor kapunk egy özmi, vagy mokkafaszom, akkor a karakterünk között, hát úgymond bevérzés lesz, és nagyon ver a szív. Remélem halljátok a játékot is, igyekeztem pont egy olyan optimálisat belőni, hogy elég hangos is legyen. Sose jelent jót, ha be tudok valahova menni. Jó. Itt van valami érdekes. Mondja, ez egy elhagyatott iskola. Hát nem tudom, milyen idióták találták ki az ilyen iskolákat. Nem tudom, milyen... Ennyi, nem? Dagad disznó. Fene a testedet. Szóval most egyelőre ő lesz az ellenfelünk, úgy érzem, és nem tudom miért, a telefon vakujától megsérülnek, vagy elmenekülnek. Na jó, legyünk jók isnek, mindenhova nyissunk be, kopogás nélkül, talán még meg is ölnek engem. Mennyit tesz a lábamnál, figyeld meg. Mert most... vagy fagy a gágyi, fázik. Ja, vagy csak ezt jelezte, hogy kollektívből dolog van. Oké. Vada! Nagyszerű. Én most a telefonnal tudom, úgy néz ki, hogy teljesen megtekinteni az ellenfeleket. Hát azért nem megyek lámpa nélkül. Lehet, le fog merülni a telefon, de... Lehet, hogy nem is merül igazából, hanem... direkt ilyen paráztatásnak. Hoppa, egy ekkora csík eltűnt. Ami zenét hallok. És ugye gondolom, mindenhova be kell nézni, mert meg kell találnunk a barátainkat. Mert eltűntek, és... Valamilyen oknál fogva én egyedül maradtam. Lehet egy alternatív dimenzióba kerültem, nem tudom. Vártam is ezt a játékot, de nem tudom, hogy okos döntése volt erre várni. Erre a játékra. Mert... Na itt ez a csikorgás. Legutóbb a koca volt itt. Ettől csak ez hangeffekt, vagy pedig valami hülye gyökér biciklivel rohangál itt, amit be kéne olajozni. Hát ugye így meg nem látszik semmi. El tudom készülni, a gameplayek ugyanebből állnak, mint az én játékmeneteim. Játékmenetem. Egyelőre. Nem tudom, lesz a második rész. Itt a collectible tárgy. Nem fogom elolvasgatni ezeket, ne argudjatok. Nem ez a szakterületem. Hát, menjünk csak tovább, és nézzünk be minden ajtón. Ez egy dupla ajtó. Nem történik valami kis videó? Aha. Könyvtárak, imádom őket. Minden játékban imádom, ami horror. Nem tudom, nekem könyvtár parám van. Nem azért, hogy tanulni kelljen, hanem szimplán azért, mert itt mindig történik valami. But not today. Interesting. Jó, most nem is tudom, hogy hova menjek. Nézzünk elejére. Remélem lesz benne jumpscare, nagyon remélem, jó. Ez inkább le is kapom, nem remélem igazából, mert a jumpscare-eket én nem szeretem egy játékban sem. Az egy aljas köcsök dolog amúgy, őszintén szólva. Ez egy nagyon aljas trükk.
Mondjuk a Dead Space-ben egyben volt az a durva jumpscare, egy-kettő azért, mert akkor még új volt, friss volt maga a játék. Ugye, de aztán már a kettőben még talán elment egy kicsit a horror hangulat, de már a háromba... Youngblood. Háromban nincs horror. Nincs. Egyre hangosabb ez a... Lehet, hogy láncsörgés. Fingom sincs. Ide menjünk be. Aha. Összintén bejelentem, vérfagyasztó játék. Egy olyannak a játékmenete egy kicsit vérfagyasztónak tűnik nekem. Biztos a továbbiakban jól fog szórakozni vele, de csak videóban fog játszani nektek, hogy szívjátok a véremet konkrétan. És innen jöttünk. Most az kéne, hogy egy ESC files. Linda, oké. Okay. Mit kell tennem? Igen, Ghost Papers. A malac. Ó, oh, de szépen néz ki, az aranyos, nem? Néha amúgy a kamera is ijeszget, mert a kocka egy kicsit néha arrébb ugrik, és nem tudom, hogy ott mi történik. Lehet, hogy mögöttem valaki elrohangál közben. Remélem nem, barátaim, én most nem akarok ilyesmit játszani. Miért buggol, és miért nem tűnik el? Röfi? De Röfi? Miért erőszakolsz meg? És miért nem döglik meg? De... Fú, de réskújít lesz ebből mindjárt. Fotó! Na mi van? Felkerülsz a Facebookra, bazd meg! Hova sz... Beszálltál a Facebooktól? Szürkés lett a játék. Ez jó vagy rossz jel? Most már nem tudok itt lemenni. Szerintem rosszul van a kisasszonyunk. Nem is ilyen ruhába indultam el? De, ebbe indultam el. Ja, csak van még egy jobb ruci, amúgy nem tudom, miért ezt vettem föl, de ez ilyen utcalányos, ez is azért. Jó, nem. Inkább csak szimplán, hogy nős. Csak ilyen fura nős. Na figyeld meg. De nézek, és itt lesz valami. Nem. Egy térképet adhatok volna hozzá a játéknak, mert most be kell vallanom, azért jól esne. Na, a női mosdó. Nem, én nem megyek ki. Mosdók se a barátaim. Mosdók se a barátaim. Tudja, hogy a mosdóban lesz a megoldás. Szerintem mindjárt utána is nézek telefonon, mert én... Nem érzem magam lelki biztonságba, hogy én oda bemenjek. Na jó, fuck this. 13 perc. 25 percig elviszem. Fuck this, én bemegyek a mosdóba. És a telefon még mindig ugyan töltésű. Tehát ez egy elég új Android lehet rajta. Mert azért egy gyorsan merülnek egy telefonok. Gusta mosdó, mint Csernobilban. Az utolsóban lesz, figyeld meg valami. Padá! Nem. És nem. Aha. Most jön valami. Közel van. Most már balra nézem. Itt a Röfi. Megy el. Egyre messzebb van, nem? Nem, be tud itt jönni egyáltalán? Szerintem érzi a jelenlétem, hogy itt vagyok, de a csaj is érzi, mert összereszketve megy. Szeva!
a gumi csizmába lépkedne. Hát, oké. Nem voltam bent. Az üvegeset ezt meg sem nézem, nem is érdekel. Itt sincs semmilyen kollektéből. Hallom azért a kis gecit. Nem tudsz bejönni. Nem tudsz bejönni. Menekülj! Na ezekre most kijelentsek, mert ugye én ezeket lefotózom folyamatosan. De gizda. De én itt hol... Ja, ez kívül nagyon aranyos, nem? És ez egy ilyen alap ellenfélnek számít szerintem csak. Úgyhogy későbbiekben szokni fog a kisasszony elég rendesen. Itt is be. Itt is valamiért mentett a játék, ami nekem nagyon nem tetszik. Első ajtó. Bedom. Jó. Második ajtó. Bedom. És harmadik ajtó szerintem már nyerő lesz. És kedves nézők, fingom sincs, hogy mit kell csinálni. Nem csak azért, mert nem olvasom, mert most mondjuk ezt nem tudom értelmezni per pillanat, hogy mi a lócsöcst kell csinálni. Hol vannak a kulcsok? Board Beast. Nem is szörny. The Strong Domains. Oké. Doors are nowhere to see, the door is shut and think it's not somewhere in space. This town is gonna descend a long time. Végülten nincs a láteget, gondolom az az. A hint, de ez már ismert adat. Bazd meg. Dokumentumokba, plusz info. Csak ennyi. Tehát ez nagyon biztató. A többiek... Többieket nem láttam. Az első ajtóhoz becsapódott. Bezáródott. Meg kell találnom a kivezető utat, ez a középső. Oké. Okay. Van itt egy kulcs. Neck of... Ami nyak. Board Beast. Ami szörnyetek. Cut and lose. Nem tudom. És azt sem tudom, hogy merről jöttem. Oké, itt már voltam, ugye nyitva van. Kis röfi azért, hogy megtámadott már? Ezért ez bazd meg az anyádat, tudod? Effektus. És átvágtam. Nagyszerű. Menekülési utak vannak. Jó. De itt a fényképezem. Ami az is jó. Már itt vagyok. Innen jöttem. Okay. Jó, most ijeszgetni akar a játék. Most miért frissült az objektív? Ezt most nem értem. Most mit csináltam? Somehow the exit door cannot be unlocked, but it's the only way out. Nem. A szürke azt jelenti, kollektívből tárgy van valahol. Na de hol? Kameráznom kell, bazd meg. És az csak azért nem tetszik, mert úgy látom ezeket a geciket. Onnan jöttem. Én most ezt nem értem, bazd meg. Valahogyan a vész, hát a kijárati ajtó
kinyílt. But ice seems like the only way out. Fuck. Akkor nem fog már az agyam, bazd meg. Ugye erre nem tudok menni. Le van zárva. Másik oldal, most megnézzük azt. Kezd kiégni a retinám is amúgy. Akkor nézzük meg ezt az ajtót. Talán kinyílott. Nem, a másik oldalról van bezárva, hogy a rohadja. Ez mi volt? Ezt látok ti is? Oké. Hát egy nem ír volt. Lehet, hogy nem. Hát ez a kis lámpa megvilágítja őket, a geciket. De... ki tudja. Nem tudok itt átjump, easy Assassin's Creed-ezni, bazd meg. Azt gondolom, hogy így most többet kell felvennem, mivel hogy alig történik valami. Most lehet, hogy ez az ajtó nyílott ki. Vagy nem. Itt mi van? Akkor nézzük meg ezt. Ezt nem lehet kinyitni, nagyszerű. Ezt már kinyitottam. Ezt is. Itt lehet átvágni a másikod. Kurva anyádat. Megijedtél, geci? Még nem jön, jól van. Akkor lehet most ez nyílott ki? Nem. Ott jön a kis buzi. Jó, lencse végre kaplak, ugye tudod? Na gyere! Na mi van? Na milyen te buzi? Na mi van? Nem tetszik, a Facebookra raklak, ha? Hülye gyerek. Kis fasz. Kis buzi az, hogy kerülget itt jobbra meg balra. Nem tudom ezeket a szörnyeket honnan versek, de tuti van mi Japánban, mi cucc. Tuti van mi jelentése. Most ez... ja, köszönöm, jó volt, vágyatok. Minek nyitottad ki? Itt így kúra van a lyuk. Nyitva... nyitva... gyerünk, add a zenéket, nagyon tetszenek. Nyitva... 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 oké. Okay. Nagyszerű, most már ezt is kinyitottam. Nagyon király vagyok, de hova a faszba kell menni? Akkor itt átmegyünk. Jump scare ezzél, bazd meg. Nekem meg van Alt F4-em. Na ehhez mit szólsz, bazd meg, játék? Gyere! Nem tetszik valami, te büdös ribanc? Na mi van? Facebookra raklak? Facebook? Tudod mi az? Facebook? Na, most megtudod, te geci! Gyere! Telemegy az SD kártya, még engem nem érdekel. Köcsög. Na mi van? Ne Facebookozzál, nyajajjál, hop, 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 hop. Hallod? Ez direkt ilyen ellenfél, hogy nem fog eltűnni, amíg... én fotózok, én felül nem fotózok, az tényleg tele az SD kártyája játék. Jó, akkor megfogok, és most átfutok a faszomba. Hehehe.
Ez, nem, ez van egy érzés, ez nem fog lekopni róla, úgyhogy szerintem most van kioffolni ezt a kurva játékot. Jó. Most ehhez nekem nincsen idegem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb folytatom. Hallod? Megállítottam a játékot. Fogd be a bütös pofádat! Nem fogja. Mindegy. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Most csak ekkorával tudtam promózni. Írjátok meg, ha szeretnétek egy folytatást. Az én káromra. Meg fogtok szivatni, úgy érzem. Na jó van, én Wildrock voltam. Szevasztok, és jó éjszakát a szörnyektől. Buhahaha.